Hol vagyok? Mi ez a hely? Beugrottam az erdőbe egy valami óriási egy portálba, ami tel is tele volt. Igen, igen, ez a portál volt az. Ilyen illuminátis blokkokból van, és nézzétek meg, valami aura burok van a belsejébe. És miféle helyen vagyunk? Ez egy lapos világ. Atya úristen! És van itt egy paci. Hát, az mi ott? Az mi a fene ott? Na gyere paci, nézzük meg, mi az ott? Gyerünk villám! Gyerünk villám! Hey, ez mi volt az a hang? Miért? Valaki beszélt. Ez pókember? Várjatok, ez pókember meg Venom. Menjetek már! Ez pókember meg Venom. Fekve. Valami pókember és Venom építményét látok. Aha. Ez mi a fene? Nézzük csak meskacok. Ezek labirintusok? Ezek labirintusok? És van itt egy láda. Mi a fene folyik itt? Aha. Közben meg Venom is bent van, ahogy hallom. Jó vaskacok, kérlek segítsetek nekem és dobjatok egy óriási nagy lájkot, hogy belézhessünk ezekbe a special labirintusokba. És nem tudom, hogy miért ordibált nekem Venom, de kezdek nagyon parázni. Na kezdjük is a videót! Ez a sászik legjobb lakonkítők, a következő videóban, és ebben a videóban nem más fogunk csinálni, mint felfedezzük ezeket a nagyon különleges labirintusokat. Hát a Venomosat nem nagyon lenne kedvem felfedezni, de mindegy, nézzük meg, itt van egy láda, hogy látom a pókember oldalán lévő blokk, az piros, a másik az fekete. Na mindegy, vannak benne alapfelszerelések, lánctut, meg vastut, meg fishpie, mi ez, halas pitét kaptam. Fúj, de undorító, egy kék pitét kaptam, ez tiszta vizé, fúj, de büdös. Segíts! Ez mi volt ez a hang? Segíts, ez pókember lett volna? Na jó, meg kell találnunk itt a kiutat, nézzünk körbe, oké, ezen a kék oldalon, ma majdnem kijöttem a labirintusból, jól van, ez láva, furcsa, ott egy láva, oké, akkor vigyázzunk, meg van ott egy pókháló is, ahogy látom, itt egy láda! Ez egy számkóddal védett láda. Oké. Itt meg van egy kerítés. Jó, ezt nem lehet átugrani, ugye? Hát nem megy nekünk ez az átugrás, kacok. Jó, nézzük meg itt, mi van balra. Itt van egy láda, ez egy bronzláda. És van benne egy könyv. A könyv pedig az van írva, hogy 1-3-3-4. 1-3-3-4. Na nézzük meg, hogy a ládához jó lesz ez a kód. 1-3-3-4. Enter. Ja nem, így jó kéne legyen. 1-3-3-4. 1-3-3-4. 1-3-3-4. 1-3-3-4. Mi van ezzel? Nem ez a kód. Akkor hol van a kód? Istenem, skacok, nem tudjátok, hogy mi van ezzel? Mi lehet a kód? Mondjátok valamit, mi lehet a kód, skacok? Hogyha nem a könyvben van a kód, akkor mi a láda alatt van valahol? Hát írjátok meg a komment szekcióban, próbáljátok meg segíteni nekem. Mert csak, hogy ti tudjátok-e a megfejtést, ott is van egy láncot cucc, itt a láva alatt van valami láda, vagy valami? Várjatok már! Nézzétek, mi a neve a könyvnek. Az a neve, hogy 4456. Lol. 4456, ez lenne a kód. 4456. És kinyílt a láda! Ez az, kacok! Figyeljetek, kaptunk egy elit rá! Super duper! Itt van egy 3 darab speed 2 potion és egy jump 2. Ó, már értem! A jump 2 az azért kell, hogy megjuk, és itt szépen át tudjuk ugrani a kerítés. Kerítés ugró vagyok, bizony. Én egy izé vagyok, 9 életű macska. Úgy is van valami. Ja igen, itt is át lehetett volna ugrani, és akkor itt kell tovább menni. Aha, itt van egy pókháló, meg egy láva, ezt kikerüljük itt. Oké, és itt vagyok! Hol vagy? Nem látlak. Merre vagy? Beragadtam a hálóba! Segíts nekem, kérlek! Megyek! Nem tudom, ki vagy! Megyek segíteni! Én vagyok Black vagyok! Tényleg itt ragadtál a hálóba! Mi történt veled, Póki? Hát éppen tönkrement a póklövőm, a hálóülvetőm. Sajnos tönkrement, és így berobbant ide, és beragadt. Nem tudok kimenni, ki tudnál? Jó, segítek! Igen, segítek neked, gyere! Ó, itt van egy láda! Ja igen, ez is egy számkóddal védett láda, de ez egy óriási nagy láda. Várjál, ez ami a könyvben van. Ez a kód lesz jó ehhez. Nézzük meg a kódot. 3-3-4. Igenis, ez volt ennek a kódja. Nagyon királyskacok, figyeljetek, mit kaptunk. Kaptunk egy mutáns csontváz mellvértet. Fú, ez
ez elég érdekesen hangzik. Egy sima speedpotit, egy méreg kettőt, egy nem tudom micsodát, ez ilyen érdekes, ilyen gyémekkart féleség. Pufferfish, egy enchant efficiency 5-öt, meg egy, még egy láthatatlanság potit. Nézd, Póki, tessék, gondolom megéheztél a nagy harcban. Á, köszönöm. Szívesen, ez... Igen. Na igen. Igen, csak itt van nekünk egy hatalmas problémák. Itt van mellettünk Venom, oda be van zárva. Próbáltam megölni, meg próbáltam legyőzni, de sem sikerült nekem. Tudnál nekem ebbe segíteni? Persze, persze, hogy tudok, csak még nekem sincs elég páncélom, meg ilyesmi. Hát mondjuk most már van egy kis tudsz. Nézzek, milyen menő nézek. Így szerintem felvehetjük. Nagyon jól nézel ki. Nagyon felvehetjük a versenyt. A hálóvetőd akkor nem jó, ugye? Akkor neked kellene adjak egy kardot, ugye? Tehát ez valamelyik kardot. Igen, ezt a gyémánt kardot akkor odaadom neked, és akkor ezzel tudsz harcolni. Oké, okay. Az elitrát, azt nem tudom. Hát, vegyél fel valami melvértet, vagy hát, mindegy. Te a pókruhád megvéd téged amúgy is. És akkor szerintem menjünk ki. Gyere, menjünk ki, csak azért vigyázzál, mert van itt egy-két csapda, amit így kikerülsz, vagy beleragadj a pókhálóba. Nekem egy hálóvetőm, egy pót. Na megvan. Pót hálóvetőd? Hol van? Mutam már. Itt van. Fel is ugrottál! Tényleg felugrott. Ez elég menő. Ez nem is egy hálóvető, ez egy ilyen izé, ez ilyen pótcuc. Ez nem hálót vet, ez kötelet húz. Most csórók vagyunk. Tony Stark elment, aztán csak én vagyok. Ennyi. Ó, na kint is vagyunk, ott van Venomkánk. Jézus atya úristen. De nézd meg, meg ki kinyújtja a nyelvét. Várj, felúszok ezen a szökőkúton, hogy megnézzem felülről, hogy hát, hogyha esetleg látok valamit, ki tudok kémkedni. Nézzük meg, csak a cok is ettenkedve. Hát semmi jót nem láttam. Na jó, gyere, Póki, menjünk. Fú, te ilyen atomgyors vagy ezzel a cucca. Vigyázz, itt ne nagyon használd, mert véletlenül rálépsz egy nyomólapra, és nem tudom, mi lesz. Elég óvatosnak kell lenni ehhez. Itt vannak nyomólapok és dropperek. Azt mondja, taktikai milk 100% power. Jó, akkor ezt kiszedjük, a taktikai milket, de várjál, ezt át is lehet ugrani. Tehát figyelj, átugorjuk. Nézd, ugorjál, gyere, ugorj, hopp. Azaz, működik a dolog. Jaj, ráléptem, vigyázz a mérgeket, lő, vigyázz, au. Oké, semmi baj nincs, még nem kell meginni a milket. Itt egy láda! Ebbe is van egy csomó milk. Hallod, itt mennyi milk? Hallod, szereted a tejet, Póki? Igen, nagyon. Gyere, menjünk! Aki sok tejet iszik, az erős lesz. Amúgy, itt várj, itt merre kell menni. Jó, itt pont kikerült a mérget, gyere! Gyere! Jó, oké. Mert akkor jobbra van a tej, akkor menjünk mondjuk balra! Gyere! Te meg még a mérgezett halat is hoztad magaddal? Az hülyeség. Kiszakad a torkodon, lenyeled, az véged van. Meghalsz, megmérgez. Nem elég, hogy Venom is itt van, te még mérgezed is magad? Na jó, gyere. Venomnak ez a helye. Hallod, itt van egy láda. Ebben van egy vascuc, és van benne 10 darab aranyalma. Oké, várjál. Kell neked is egy aranyalma? Gondolom kell. Igen. Várjál, adok neked egy aranyalmát, tessék. Itt egy aranyalma, ezt tedd meg nyugodtan, Póki. Úristen! Nagyon para! Kezdődik a harc, fel kell készülni, Póki! Egyben az aranyalmát, készüljél fel! Fel vagyunk vértezve, mindenféle bádok felszereléssel! Van nálunk kard, van nálunk balta! Balta többet is sebez, szóval ezt is magunknál hagyjuk. Várja, menjünk, gyere! Úristen, várja, itt erre kell menni? Itt, nem erre kell menni, gyere! Itt erre kell... Erre. Mi ez az ajtó? Figyelj, milyen realisztikus ez az ajtó, milyen horror ajtónak néz ki, nem merek oda menni, hallod? Menj előre, én nem merek oda menni, hallod? Nem merek oda menni. Úristen, Lehet rajta látni, valami van ott bent. Várja, látom az ajtót, várj egy kicsit, menj arrébb, én is megnézem. Várj egy kicsit, oda settenkedek, megnézem, hogy mi van ott. Ott van bent Venom? Ott van Venom? Itt van! Láttam a nevét! Nagyon félelmetes, azt mondja, hogy meg fog ölni minket. Jó, figyelj, van itt valami kard, itt, ez egy obszidián kard. Jó. Hát ez már az enyém, ez a kard, erről már tessék lemondani, ezzel fogom levágni a fejedet. Na, igen, mondjam. Azt vágod, hogy ő nem volt ekkora, nem volt ilyen nagy, régebben sokkal kisebb volt. Ő most valami nagyon durvá tehetett, nagyon vigyázz vele. Aha, vigyázok vele, jó. Vettük az aranyalmát, nálunk van minden, szerintem a speed 2-t is így magunkra dobjuk, és akkor jók leszünk. Igen, és akkor így gyorsabban tudunk mozogni. Na gyerünk, menjünk! 3, 2, 1, Geronimo! Ursa, itt van, úristen, mekkora, szörnyen nagy! Óriási! Úristen, milyen realisztikus! Isten,
vagy, tudod, Póki? Üzdeni, tudod, ahogy megüt minket, egyből ránk tesz egy vagy két másodperces kettes mérget. Nem maradhatod le a fejemet. Megadt egy kicsit. Gyerünk! Jó, gyorsan be kell legyünk egy aranyalmát, kacok! Gyorsan be kell legyünk egy aranyalmát! Milyen obszidián ládák vannak ott a háttérben? Vajon mik lehetnek benne? Öljük meg Venomot! Black is the power is on! Gyerünk, kacok! Mindent bele! Nyomjátok meg a lájkot és a feliratkozást, hogy tudjátok nekünk segíteni! Póki! Adj bele mindent! Póki! Megöltejük! Ez az! Sikerült! Végre megöltük! És fel is szedjük a szellemét. Ő is megy a gyűjteménybe. Sikerült, Póki, neked hála. Hú, szerencsére meg tudtuk szerezni a dolgokat. Hát ez a Venom, ez nagyon durva volt. Nem gondoltam, hogy ilyen erős lesz amúgy. Hallod, nem tudom, mi történt vele ebbe a szobába. Hallod, még a szettelet is majdnem lesevesz a teljesen, és majdnem meghalt, egy csomó aranyalmát meg kellett tegyem. Na nézzük meg, hogy milyen jutalmat kaptunk. Hallod, mennyire csipálhatja ez a tortákat? Milyen jutalmat kaptunk? Hallod, ez most halál komoly? Kaptunk 2 millió mérget! Hallod? Nézd, hát mondjuk Venomtól biztos, szerintem mérget reggelizik, de nézd meg ezt! Itt egy szívecske! Hát igen, tényleg. Hát nagyon jó humor érzéke van, szerintem készült ő is a karácsonyra, meg az ünnepekre. Van egy kis probléma. Na mi az? Bezárultak az ajtók. Hogy, micsoda? Bezárultak az ajtók. Itt ragadtunk, úristen! Ó, várjál, ki kell törjük az ajtót. Várjál, van nálam balta, ez az, sikerült, gyere! Milyen finom torta ez? De az is mérgezett torta volt? Nem tudom, olyan furán érzem magam tőle. Mi az? Mi az? Valami, a génem, úristen, mi történt? A génvállományom! Mi történik? Mondtam, hogy dehet meg! Nem bírom, valami kitör belőle. Várj, aranyalmát, vagy valami. Mi? Egy pók! Áthatosszál egy pókká! Mondtam, hogy nehet meg! Tudtam, hogy ez egy csapda! Na mindegy, várj, mi lenne, hogyha meginnál egy tejet? Ha megiszol egy tejet, akkor visszaváltozol? Itt meg a tejet! Úristen, póká! Tényleg, te vagy az ember, pók most. Itt meg a tejet. Hát ez nem hatásos. Jó van, majd visszaváltozol. Hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, srácok, hogy esetleg tetszett volna a videó, és szeretnétek még pókeberes videókat látni a csatornán, akkor mindenképp írjátok le a komment szekcióba, iratkozzatok fel, és csatlakozzatok a Belekis táborához, és természetesen csekkoljátok le a kis csatornát is, kellemes ünnepeket, és békés szent mindent kívánok nektek. Sziasztok!